Méltóságos uram, amikor először bízott rám kiküldetést, azt tetszett mondani, hogy ha bármikor más a véleményem, mint a méltóságos úrnak, akkor szóljak. Hát engedelmével most szólok. Szerintem azonnal el kell indulniuk. Akár még ma. Kifolyt a tolla előtt. Így nem jöhet velem a tárgyalásra. Nem vennének minket komolyan. Előd Marcell nem épp erre a reakcióra számított. Minden kapcsolatát felhasználva már régóta küzdött azokért a menlevelekért, melyek most érintetlenül feküdtek Richter Gedeon íróasztalán. Pedig ekkora már megszokhatta, hogy főnöke nem az az ember, akinek a reakcióit előre ki lehet számítani. Richter Gedeon soha semmit nem bízott a véletlenre. A véletlen ezzel nem törődött, és sokszor változtatta meg gyökeresen az életét. Vegyük például a könyvtár ajtaját, amin beléphetett volna egy cukrász, vagy egy órásmester, vagy netán épp egy cipész is. De 1891 nyarán történetesen a szokásosnál több volt a meghüléses, lázas megbetegedés, és Mersics Nándor patikusnak sürgősen szüksége volt a gyakornokra. Mi a neved? Persze a történetünk nem itt kezdődik. Gedeon harmadik gyerekként érkezett a családba, a két bátyja, Oszkár és Frigyes után. Édesapjuk zsidó kereskedő volt abból a generációból, melynek tagjai a kiegyezés után néhány évvel már vehettek földeket a pénzükért. Gedeon jómódú családba érkezett. Minden adott volt ahhoz, hogy ez a kisfiú és testvérei rendezett, szerető családban nőjenek fel. Ám Richter Gedeonnak nem maradhattak emlékei erről az idillről, hiszen csak pillanatokig tartott. Ez is véletlen lett volna? Egyáltalán nem. A gyermekágyi láz akkor jellegzetes betegsége volt. Két hét alatt vitte el Gedeon édesanyját. Valószínűleg azt sem fogjuk már megtudni, hogy édesapja egyedül vagy egy új hitvessel az oldalán próbálkozott volna meg a három fiú felnevelésével. Alig egy évvel később ugyanis, talán az utolsó kolera járványok egyike édesapját is elvitte. Érdekes megfigyelni, hogy a 20. század meghatározó személyiségei közül sokan osztoztak Richter sorsában, és veszítették el korán szüleiket.
ezek az árvák talán egész életükben a pótolhatatlant kísérelték meg pótolni. Ezáltal valami különleges erőt és elszántságot nyertek a sorstól, cserébe veszteségeikért. Semmelweis Ignác, aki mai napig a legismertebb magyar ember a világon, a felfedezése óriási változást okozott. Lecsökkent a gyermekágyi lázból meghaltaknak a száma. Azonban ennek ellenére ez még mindig magas maradt. Magas maradt egészen a 40-es, 50-es évekig, hiszen az orvostudomány további fejlődése volt szükséges ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon. A nagyszülők gyöngyösi háza libagágogástól, tehénbőgéstől, kutyaugatástól, és természetesen a rengeteg unokatestvér, nagynéni, nagybácsi folyamatos zajától volt hangos. A gyerekeknek nem voltak napi gondjaik, de az apai örökségre egészen felnőtt korukig várni kellett. Édesapjuk hosszú távra tervezett, így üzlettársaival együtt teljes vagyonát az ecsédi gabonaföldekbe fektette. Ám a család ennek egyelőre csak a terheit érezhette. Tehát ha valaki földhöz jut, akkor ott beruházni, az csak hitelből lehet, és bizony már a 1970-es évek elején bekövetkezik a világtörténelem első nagy tőkepiaci válsága. Tehát sok olyan ilyen friss vállalkozó járhatott úgy ekkor, hogy a hiteleibe belebonyolódott, nem tudta fizetni, és ezáltal nem tudta fejleszteni a birtokát. És akár évtizedek is eltelhettek úgy, hogy a fejlesztés lehetetlenné vált, mert olyan rátáblázott hitel tartozás volt a birtokon, hogy amíg azt ki nem fizették, hogy a rajta levő jelzálogot, addig nem lehetett a termelésbe belevágni. Richter Gedeon csendes, megfontolt fiú volt. Kedvelte a magánt és szenvedélyesen szeretett olvasni. Mivel a zajos nagyszülői ház ezek egyikére sem adott lehetőséget, gyakran menekült az iskola könyvtárába, még a nyári vakáció ideje alatt is. Falta a könyveket. Mi a neved? Richter. Nem ismerem. Ki az apád? Meghalt kolerában. Te érted, amit olvasol? Értem, kérem. Na, én a patikus vagyok, és gyakornokot keresek. És miért pont rám tetszett gondolni? Na, jössz? És mit csinál egy gyakornok? Nem nyúl semmihez. Keveset beszél, néha segít megkeverni ezt vagy azt, amit mondok, és segít meggyógyulni a betegeknek. És mit kever? Na, ez a nem mindegy. Valahogy így indult akkoriban egy karrier. Az ember szinte még gyerekként, iskolai tanulmányai mellett, lakhelyéhez egészen közel állt be gyakornoknak valamilyen mesterember mellé. Csak 6 osztálya volt meg Gyöngyösön a gimnáziumnak, tehát egy általános képzésű gimnázium volt ez, de az utolsó 2 osztály az hiányzott. Tehát aki tovább akart tanulni, máshol kellett azt a 2 évet még letennie. Gimnazista korában volt gyakornok a gyöngyösi patikában, és érettségi után már mehetett az egyetemre. Így lett Richter Gedeon a gyöngyösi gyógyszertár köztiszteletben álló patikusa. És boldogan élt ebben a csöndes kisvárosban, amíg meg nem halt. De nem egészen így történt. Hogy lehet így szétszaggatni egy családot? Nem szaggatja szét a családot, csak egyetemre megy. Te hallgass! Megmondtam, pest feketére fest! Nézd rá, gyerek még! Különben is ki fogja vezetni az üzletet, ha Isten ne adja, nagyapátok már nem lesz. Arra itt vagyok, én meg a Frici. A Frici? Aki még a vacsorát is lekési. Kész. Majd jövőre, vagy néhány év múlva. Befejezte a gimnáziumot. Gyógyszerész akar lenni. Holnap pedig postára kell adnia a jelentkezését. Na, azzal a jelentkezésre a nagyapátok halálos ítéletét írná alá. Akkor már aláírtam. Tegnap elküldtem. Van egy unokatestvérem Pesten. Nála lakhatná. Majd utána nézek a címnek.
századforduló előtti években egy vonat 3 óra 56 perc alatt ért Gyöngyösről Budapestre. Richter Gedeonnak valószínűleg bőven volt ideje azon gondolkodni, vajon meddig lesz érvényes az a tudás, amit a gyöngyösi patikus mellett megszerzett. Richter elég tájékozott volt ahhoz, hogy tudja, Európa nyugati felén a gyógyszereket már nem csak patikákban keverik, hanem gyárakban, tömegével állítják elő. Hallott és olvasott azokról az új felfedezésekről, amelyek egyre gyakrabban vezettek gyökeres változásokhoz a gyógyításban az egész világon. A gyógyítás, a gyógyszerelés ebben az időben, azt kell mondjuk, gyakorlatilag embereken végzett kísérleteken alapult. Ha egy orvosság hatékonynak bizonyult, alkalmazni kezdték. Ha nem, akkor valami mással próbálkoztak. A gyógyszerkutatás, amit ma annak nevezhetünk, és rendkívül szigorú feltételeknek kell, hogy megfeleljen, teljesen ismeretlen fogalom volt. 1893-ban Richter Gedeon kiváló minősítésű gyakornoki bizonyítványa birtokában beiratkozott a Budapesti Tudományegyetemre, ahol a korabeli előírásoknak megfelelően 2 esztendeig tanult. Gyógyszerészi diplomáját 1895-ben szerezte meg, szintén kiváló minősítéssel. Richter Gedeon még távolról sem gondolkodott a nősülésen. Tudta, hogy a gyógyszerész tanulmányai nem érnek véget a diplomával. 2 év kötelező gyakorlat következett. A világot akarta látni, minél közelebb kerülni a gyógyszerészet újjászületéséhez. Képzelhetjük, hogy a nagymama, aki még Pesttől is rettegve óvta kisunokáját, hogyan fogadta, hogy Gedeon a következő éveit a világ távoli, bűnös nagyvárosaiban töltötte. 2 évre indult, és 5 évig maradt távol. Döntés volt, vagy kényszerűség? Valószínűleg mindkettő. Kényszerűség, mert az apai örökség továbbra is váratott magára. És szerencsés döntés, mert mindahhoz, amivé végül Richter vált, ez az 5 évnyi utazás elengedhetetlen volt. Buongiorno. Alfredo, è qui l'ungherese. Dov'è il suo caffè? Con 3 zuccheri. Buongiorno. De Richter nem csak írta a leveleket, várta is őket. Ecco una lettera, Fede. Egyet legalábbis nagyon. Champagne! A levelet Gyöngyösön adták postára, és az állt benne, hogy Richter Gedeon és testvérei végre hozzáférhetnek az örökségükhöz. Az új évszázaddal tehát Richter számára is új élet kezdődött. 1900 márciusában hazaköltözött Budapestre. A Sas patika egy frissen épült bérpalota földszintjén állt az Üllői út és a Márton utca sarkán. 1901-ben már jól bejáratott népszerű gyógyszertárnak számított. A kor szellemének megfelelően finom bútorokkal berendezett, elegáns társasági helyszín volt, hol a környék úri hölgyei napi rendszerességgel találkozhattak, miközben a szíverősítők, köptetők és a legújabb pipereszerek között válogattak. Richter Gedeont kereskedők nevelték fel. Ha csak egy jól menő üzletet akart volna, nem ezt az akkoriban perem kerületnek számító helyszínt választotta volna vállalkozása számára. De a helyszín kiválasztásának nem ez volt az oka. Hővér, legyen kedves, menjen át a Sasba, és mondja meg Richter úrnak, hogy keressen fel. Szemben a Sas patikával, az Üllői út túloldalán már állt Magyarország akkori legnagyobb egészségügyi centruma, és Richter tudta, az igazi üzlet a tudományban van. Talán azt is érezte, hogy hosszú távon ez a legjobb befektetés. Gyakran látogatta a klinikát, ismerte a klinikák orvosait, és most már rájött arra, hogy ha ő magisztrális receptre fölírt gyógyszertből egy-egy gyárt, az nem olyan jó, mint hogyha eleve készen akár 10 vagy 50 darabot elkészít, és akkor már a jelentkező betegnek ezeket tudja adni. Így keletkezett tulajdonképpen a Sas patikából egy nagy forgalmú, a legmodernebb orvostudomány igényeit kielégítő kicsike-icike gyógyszergyár. Anna.
Erről a kis apróságról majdnem megfeledkeztünk. 1902-ben Richter feleségül vette a szegedi fűrészáru kereskedő lányát, Winkler Annát. Hogy ez a szerencsés véletlennek, vagy Richter különleges érzékének köszönhető, nem tudni, de tény, hogy kivételes társra leltek egymásban. Egy életen át kitartottak a másik mellett. Richter mindent egy lapra tett fel, amikor teljes vagyonát a vállalkozásába fektette. Ilyen kockázatot pedig nem vállalhat az ember erős szövetséges nélkül. Házasságuk több mint 40 esztendejéig tartott. Menjen csak föl, Richter úr, a főorvosunknál várjunk. Richter, örülök, hogy látom. Izgalmas hígre. Vannak. Jöjjön. Jöjjön. Foglaljon helyet. Három betegen is kipróbáltuk az új készítményt. Egy negyediknek pedig placebót adtunk. Az eredmények minden kétséget kizárnak. A friss alapanyag a lényeg. Még dolgoznom kell rajta. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ezen múlik a hatékonyság. Pontosan. A hatékonyság a lényeg. Richter, ne kapkodjon. Professzor úr! Bocsásson meg! Richter Gedeont mindennél jobban foglalkoztatta egy izgalmas új módszer, az organoterápia, amely Franciaországban és Németországban eddigre már hatalmas előrelépést jelentett a gyógyításban. Richter munkáját ezek után ennek az újdonságnak a minél szélesebb körben történő alkalmazása határozta meg. Az organoterápia olyan forradalmi változást hozott a gyógyításban, mintha akár az örök mozgót találták volna fel. Az organoterápia lényegében hormonterápiát jelent, és az ehhez szükséges hormonokat ebben az időben állati szervekből vonták ki. Ezzel először Richter Gedeon próbálkozott Magyarországon, méghozzá óriási sikerrel. Richter nem kapkodott, nem volt rá jellemző, de most sietett a munkával. Erre pedig nagyon jó oka volt. Aludnod kéne. Igen. 5 perc is megyek. A mély összehúzódások kiváltására használt glanduitrin injekció újabb változata, mindmáig használatos, és ez csak egyike azoknak a fejlesztéseknek, amik lehetővé tették, hogy a saspatika több legyen, mint egyszerű gyógyszertár. A szarvasmarháról addig mindenkinek csak egy pohár finom tej. Vagy egy jól átsült rostélyos jutott az eszébe. Azt csak kevesen tudták, hogy az állat bizonyos szerveiből számos életmentő gyógyszer is előállítható. Richter fölismerte, hogy az organoterápiás szerek hatékonysága és minősége az előállítás gyorsaságában, a frissen földolgozott alapanyagokban rejlik. Hosszú távú együttműködést kötött több budapesti vágóhíddal, ahol alkalmazottai a helyszínen. Közvetlenül az állatok levágása után frissen dolgozták föl az értékes szerveket. A megszerzett tudás lehetővé tette Richter számára, hogy nagyobb biztonságban tudja szülni készülő feleségét. Különösen fontos lehetett ez olyas valaki számára, aki épp a születésekor veszítette el az édesanyját. Nagy sikert arattak olyan kóros állapotok és betegségek gyógyításában, mint például bizonyos szülési komplikációk. Meg kell itt említeni a tonogént, ami érszükítő hatású adrenalin lényegében, vagy pedig a szülés megindítására azóta is használt oxitocin. 1903-ban egészségesen megszületett Gedeon és Anna egyetlen gyermeke, László. De nem csak a család bővült. Richter ekkorra, mindössze 2 évvel a patika átvétele után már annyi saját terméket forgalmazott, hogy azok kifejlesztése és előállítása komolyabb laboratóriumi háttérmunkát igényelt. A patika laborjának bővítése ugyan már 1902-ben megkezdődött, de hamarosan az így kibővült helyiség is szűkösnek bizonyult az egyre növekvő igények kielégítésére.
labor az évek során folyamatosan növekedett, ám képtelen volt lépést tartani Richter tempójával. Végül eljött a nap, amikor a pince végképp kicsinek bizonyult arra, hogy betöltse a feladatát. Rá kellett szánnia magát, hogy új megoldást keressen. Richter fejében a terv már jó ideje készen állt. A csöndes, megfontolt férfi lett. Csak akkor hozott meg egy döntést, ha érzelmileg és racionálisan is megalapozottnak látta. A mostani pedig, mely élet egyik legnagyobb döntése volt, olyan folyamatot indított el, mely a Richter nevet világszerte fogalommá tette. Az első épület 1907-ben épült fel. Ezt követték az évek során a komplexum további darabjai. Persze nem volt akkora, mint a konzervgyár. A mellette rohamosan terjeszkedő sörgyárhoz képest pedig épp csak gyáracskának tűnt. Ám ez volt Magyarországon az első olyan patika gyár, hogy a környék lakói és az első munkások nevezték, ahol saját alapanyagokból, saját fejlesztéssel hatékony gyógyszerek készültek. Az első időben a Richter gyár kicsinek számított a környéken, de nagyon hamar kiderült, hogy azzal a szellemi energiával és nemzetközi tapasztalattal, amire Richter Gedeon rendelkezett, gyorsan fel tudta venni a versenyt a nemzetközi cégekkel is, még olyanokkal is, mint a Bayern. Richter ugyanarra a problémára mindig új megoldással állt elő. Jó példa erre az 1912-ben szabadalmaztatott kalmapirin esete. Gondoljuk csak meg. Azóta eltelt több mint 100 esztendő. Túl vagyunk a holdra szálláson, a szívátültetésen és Elvisen. De a kalmapirin mindmáig megtalálható a legtöbb magyar háztartásban. A Richter nem lett volna világlátott ember, talán nem ismerte volna fel idejében a kommunikáció fontosságát. Hiszen nem elég jó gyógyszereket gyártani, az embereknek tudniuk is kell róluk. Kivitte a gyógyszergyártást a patikákból, és ezért a gyógyszergyártás folyamatos lett. A futószalag folyamatosan ment, a termékek folyamatosan kikerültek a raktárokba, illetve a piacra, és ez csak úgy volt lehetséges, hogy egy intenzív reklámmunka állt e mögött. Az intenzív reklámmunkának az is volt az egyik tartalma az eladáson kívül, hogy megteremtsen egy olyan bizalmat a vásárló és ő közötte, tulajdonképpen az ő terméke között, ami garantálta azt, hogy az egyre szélesedő termékskálát is el tudja adni. Jó reggelt, Vidák úr! Jó reggelt, Licók úr! Jó reggelt, tiszteletem! Meggyógyult a fia? Meg! Jó reggelt, Vidák! Már itt volt szolgálatban. Richter kifejezetten támogatta, hogy egy családból akár több generáció is együtt dolgozzon, ami bensőséges légkört teremtett a gyárban. Mindenki ismert mindenkit. A dolgozók tudták, hogy a nagyságos úr minden reggel a kapuban kezd, és ott köszönti a beérkező munkásokat. Ritkán fordult elő, hogy valaki másodszor is elkéssen. Richter úr, a cukor. Köszönöm, nagyon kedves. A pénzban már úgymond a tőzsdén lakik. A nagy befektetőket ott lehet megfogni. Van nekem kérlek egy nagybátyám, Chicagóban, a Charlie. A Karcsi? Az. Az kérlek 2 éve a tőzsdére ment, azóta dúsgazdag. A Karcsi? Az. A Charlie. Richter tudta, hogy az uraknak, ha csak keveset tudtak is a tőzsdéről, mégis igazuk van. És nem volt kedve ezt hallgatni. Még el sem olvadt a 3 cukor a kávéban, már távozott. Fizetek! Édes, a Richter vállalat már megérett a tőzsdei jelenlétre, és az ebből származó tőkeerősödés nagyban felgyorsította volna a cég növekedését. Ráadásul a komoly befektetőt eddigre többször is kinyilvánították érdeklődésüket a gyár iránt. Volt azonban valami, ami Richter számára fontosabb volt, mint a pénz, hogy megőrizze a függetlenségét.
Az 1907-es tőzsdekrakot követően egy pár évig elég jelentős tőzsdei fellendülés volt, illetve gazdasági fellendülés. Így az 1910-es években ezzel a hátszéllel érkezett a gazdaság, illetve a tőzsdei élet, de aztán hamarosan a 10-es évek problémái kezdtek a felszínre kerülni, balkáni háborúk, aztán a világháború, első világháború kitörése. Mindeközben a Richter cég nagyon jelentős fejlődéssel ment keresztül, és egy fontos útelágazódáshoz érkezett, hiszen el kellett döntse, hogy külső tőkével finanszírozza a bővülését, fejlődését, vagy pedig a cég által megtermelt nyereséget visszaforgatva. Richter nem sokkal az alapítás után egy fiatal, tehetséges vegyészt szerződtetett a gyárhoz. A férfit Wolf Emilnek hívták. Nagyságos úr? Bent van. Nagyságos úr! Igen, Wolf, figyelek. Ezt látnia kell. Richter azonban többnyire nemet mondott Wolf Emil fejlesztési javaslataira. Hogy miért? Wolf Emil vegyészmérnök volt. Richter Gedeon gyógyszerész. Wolf a gyártási folyamatok fejlesztésére és a szintetikus eljárásokra esküdött. Richter pedig továbbra is az organoterápiás termékekben gondolkodott. Dolgom van, Wolf. Wolf elképzelései a nagymértékű gépesítés miatt csak befektetők bevonásával valósulhattak volna meg. Richter pedig nem akarta kockáztatni a cég függetlenségét. Nézze, Wolf, később valószínűleg szükség lesz erre a bővítésre. De most nem engedhetjük meg magunknak. Miért nem vonunk be befektetőket, nagyságos úr? Jobban örülne, ha most 10 ember állna magával szemben, és 10 ember mondana nem? Nem, természetesen. Wolf! Türelem. Mindent a maga idejében. Wolf azonban nem így gondolta. Már a következő télen felmondott a Richternél, hogy saját szabályai szerint játszva másik céget alapítson. Wolfnak és barátainak mindössze 10 000 korona saját tőkéje volt. Tehát mindjárt a kezdetektől befektetőket kellett bevonnia a cégébe. Ahogy azt a Richternél is szorgalmazta. A Wolfék alapított a gyárat, később kínóinként ismertük meg. Wolf Emil talán nem mindennel értett egyet, ami az által alapított cégben történt, de a befektetői miatt nem volt döntési helyzetben. Ahogy Richter intette, egyszerre többen mondtak neki igent és nemet. A világháború idején pedig ez egyáltalán nem volt mindegy. A tudás, mely gyógyítani képes, ölni is tud. A fegyvergyártásban rengeteg pénz van. Természetesen a korábbi évszázadokban is előfordult, hogy a nagy háborúk kicsit megváltoztatták a hátország és a környezet, a társadalom életét. Ugye ott is gyártani kellett eszközöket, ugye egyenruhát a katonáknak, fegyvereket. De mégis ez olyan méretekben történik meg az első világháborúban, olyan nagyságrendben, olyan dimenzióban, amit soha korábban az emberiség történelme nem ismert. És ez nagyon érdekes, hiszen kiderült az, hogy a háború olyan iszonyatos erejű megrendelő lett, olyan fontos gazdasági szereplő, ami egész iparágak sorsát befolyásolhatja. A kínóin a háború alatt aztán harci gázokat kezdett el gyártani. Ezt az igen jól jövedelmező üzleti lehetőséget Richternek is felajánlották, de ő visszautasította azt. Ő másra esküdött fel. Másképpen gondolkodott. Háború minden korábbinál véresebb és mocskosabb volt. Fertőtlenítőszerek nélkül a katonák még a legenyhébb sérülésekbe is belehalhattak. Ha nem lett volna hiperol, a folyékony fertőtlenítők szállítása és tárolása különleges óvatosságot igényelt volna. Elég lett volna egy apró hiba, hogy az üveg eltörjön, az életmentő szer pedig másodpercek alatt kárba vesszen. A hiperolt, Richter Gedeon cége 1912-ben kezdte már gyártani.
Egy évvel korábban egy cseh feltalálónak a szabadalmát vásárolták meg ezzel kapcsolatban, aminek a lényege az volt, hogy a bomlékony hidrogénperoxidot szilárd hordozóhoz, karbamidhoz kötötték, és így a felhasználhatóság lehetőségei kiterjedtek. Először szájfertőtlenítőként arattak vele nagy sikert, és ekkor még nem gondolták, hogy az első világháborúban életeket is ment ez a készítmény. A Hiperol előnye nem csak abból származott, hogy vízben oldódó tablettaként akkor is használható maradt, ha csomagolása megsérült. A folyékony fertőtlenítőszerek meglehetősen bomlékonyak voltak, így aztán idővel a ható erejük is csökkent. A Hiperol segítségével azonban mindig friss és hatékony szer állt az orvosok rendelkezésére. Hiperol nélkül a háború talán még több áldozatot követelt volna. Richter tehát remekül döntött, mikor a háborúban sem feledkezett meg cége küldetéséről, és továbbra is a gyógyításra koncentrált. Az ehhez hasonló döntéseknek köszönhetően a vállalat nem egyszerűen túlélte a háborút, de végig növekedett is. A nagy háborúnak, ahogy ezt aztán Európában mindenütt nevezték, a vesztesége is elképesztően nagyok voltak. Ugye ez a világtörténelem első gépi háborúja, ahol valóban gépi eszközökkel gyilkolták egymást az emberek. A történészek úgy számolták össze, hogy az össz ember vesztesége az kb. 8 millió ember volt. Tehát gondoljunk bele, hogy majdnem egy komplett mai magyarországnyi ember eltűnik a világtörténelemből. Messze nem csak európai háborúról van szó. És ezen belül megnézzük Magyarországot, akkor bizony Magyarország kb. Több mint 500 ezer, ami veszteségünk, halott van. Magyarország tehát a világháború vesztesei közé tartozott. A Richter nem. Megőrizte önállóságát és függetlenségét. A vegyi fegyver gyártással szemben meghozott döntése erkölcsi tartást és folyamatos fejlődést biztosított számára, miközben a magyar gazdaság nagy részének még évtizedekig tartott, míg kikászálódott a háború utáni káoszból. Nagyságos úr, itt van! Elfoglalt emberek, nagyvállalatok vezetőinek feleségei gyakran panaszkodnak arra, hogy szinte semmi időt nem töltenek a férjükkel. Abban, hogy Richter az 50. születésnapjára egy gyönyörű lancsát kapott ajándékba, ez is szerepet játszhatott. 1923-ban nyílt meg a Richter első külföldi leányvállalat a Zágrábban, amit számos külképviselet és kisebb-nagyobb gyáregység követett Európa legkülönbözőbb városaiban. Anna tudhatta, hogy férje a következő években szinte állandóan úton lesz majd. Valószínűleg ezért döntött úgy, hogy mindkettejük számára kényelmesebb, ha ő is vele tart. Ahogy a háborúnak, úgy az azt követő vészterhes időknek sem sikerült kifogni a Richteren. A tanácsköztársaság 10 évre rá a nagy gazdasági világválság, majd a nácizmus elterjedése sem tudta megállítani a cég növekedését. A két háború közt a vállalat jóformán meghódította a világot, és ebben, mint mindig, a szakmai sikereken kívül kulcs szerepet játszott Richter Gedeon, az ember is. Richter körültekintően bánt külföldi kapcsolataival, melyeket még európai tanulmányai során kezdett el kiépíteni, és melyeket a háború alatt is töretlenül ápolt. A partnerei nem csak üzleti kapcsolatként, de barátként is gondoltak Richter Gedeonra, aki így érhette el azt is, hogy az egyetlen fia a legjobb svájci intézetekben szerezhessen vegyészmérnöki diplomát. De senki sem lehet mindenben sikeres. Amilyen könnyed eleganciával lépett át a problémákon tudósként és üzletemberként, olyan tehetetlennek érezte magát apaként. Nem várunk tovább. Ekkora László már hazatért Svájcból, de mintha itthon sem lett volna.
Csókolom, papa. Beszélni szeretett volna velem? Ezek az én ügyeim. Ez minden, amit mondani akarsz erről? Akkor elmehetsz. Én mindenért vállom a felelősséget, a papának ez semmi köze. Nagyon helyes, fizetni ki fog. Szóval mégiscsak van hozzá köze. Ülj le. Az ott a te aláírásod? Nem látja ott a nevem. Nem, ez az én nevem, amire 50 évig nagyon vigyáztam, és mostantól te is ezt fogod tenni. Minden ilyen hibával kockára teszed az egyetlen igazi vagyonodat, hogy a magad ura lehetsz. Most például nekem vagy kiszolgáltatva, a sorsod az én jó indulatomon múlik. Föl sem fogod, hogy milyen szerencséd van. Gondolom, felesleges elmagyaráznom, hogy mi vezetette ez a helyzet. Nem értesz? Hát bármit mondhatsz, erre itt nincs mentség! A nagy baj az, hogy a papának fogalma sincs a barátságról. Úgy értem, az igazi barátságról, nem csak a pénz meg az üzlet. Ha nekem egy barátom bajban van, akkor nekem kötelességem gondolkodás... Meg fogsz nősülni. Megnősülsz. Az egy időre lecsillapítja a kedélyeket. Semmi dorbézolás, pénzszórás, semmi váltó. Méltó leszel a nevedre. Ha nem tudnám, mi az a barátság, nem tartanék itt. És most neked se tudnék segíteni. Akkor megnősülök, papa. Ezek után Richter semmit nem bízott a véletlenre. Konkrét javaslatot is tett Lászlónak. A nagy tekintélyű evangélikus sebész professzor lányát, Lobmeier Ilonát ajánlott a fiának hitvesül. Ezen a képen pedig Fenyvesi Évát, az ünnepelt szúrettet, a Hippolita lakály című film egyik főszereplőjét látjuk. Ő volt László első felesége, és egyben utolsó ifjúkori hőstette. Titokban vette feleségül a színésznőt, ami szerencsére még időben kiderült, így válás nélkül némi pénzmozgás követően visszavonták a házasság érvényességét. Apa és fia ezek után hosszú ideig nem beszéltek egymással, ráadásul Lászlót szigorú büntetésként több hónapos dél-amerikai útra küldték. Vagy a büntetés volt hatásos, vagy Lászlónak nőtt be a feje lágya, mindenesetre hazatérte után megkötötte a házasságot Lobmeier Ilonával. Beszélned kéne apáddal, kisfiam. Ő nem beszél velem, mama. Legalább az esküvőd napján. A kedvemért. Apád szeret téged. Nekem még nem mondta. Nem egy könnyen mutatja ki az érzéseit. De nagyon várta ezt a napot. Bocsássatok meg. Csak ott van egy rokonom, akit már nagyon régen nem... Persze, menj csak, kislányom. Szép lány. Szép. Az esküvőnk előtt csak egy fényképet láttam apádról. Nem volt egy jó fénykép. Nem mutatta, hogy milyen ember is valójában. Aztán eltelt 35 év. Mindkettőnkön múlott. Ez a nap mindent megváltoztathat. Csak akarnod kell. Kezdj csókolom, apuka. Kislányom, okvetlenül meg kell kóstolnod. Nem azt mondta az orvos, hogy kevesebb édesség? Azt mondta volna? Uh-huh. Nem. Már a másodikat teszi. És idősebb, mint én.
Azt szeretném mondani, hogy... szeretném, hogy László... Laci... jó gyerek. Jó gyerek. Ne tessék aggódni. Vigyázni fogok rá. Mama kérte, hogy menjünk egy kört a vendégek között. No, már nem csak a feleségem, a mennyem sem engedi, hogy édességet tegyek. Majd elmegyünk a cukrászdába. Titokban, mi ketten, papa. Márka név ez idő tájt már nem csak egy gyárat, hanem egy egész világra kiterjedő hálózatot jelentett. A vállalat mai szóhasználattal élve igazi multinacionális céggé vált. Talán ennek elismerése is volt, hogy Richter Gedeont 1929-ben kormány főtanácsossá nevezték ki. Nagyvállalati státusszal persze sok minden más is együtt járt. A cég utazó ügynökei az évek során bejárták az egész világot. Ön kereskedő, uram? Nem, nagyságos úr, költő. Tanultam kereskedőnek, jogásznak, újságírásból élek, de költő vagyok. Egyelőre kihatatlan. Miből gondolja, hogy alkalmas erre a pozícióra? Nem gondolom, hogy alkalmas vagyok. Utazni szeretek, beszélgetni szeretek, és amit eddig elvállaltam, azt mindig megcsináltam. És úgy gondolja, hogy ez elég ide? Azt nem tudom, de nekem azt mondták, hogy a méltóságos úr első ránézése jobban meg tudja mondani egy emberről, hogy mire képes, mint ő maga. De szerintem már döntött is, úgyhogy nem rabolnám tovább az idejét. Igen, döntöttem. A cég egyik legsikeresebb üzletkötője Előd Marcell lett, aki, mint hallottuk, korábban teljesen más utakon járt. Richter ennek ellenére adta meg neki az esélyt, hogy kipróbálja magát, ahogy sok más olyan fiatalnak is, akik alapvetően nem sok tapasztalattal rendelkeztek ezen a területen. Módszere pedig be is vált. Üzletkötői az egész világon sikeresen népszerűsítették termékeit, kereskedelmi központokat hoztak létre, és a már meglévő forgalmazókkal kötöttek újabb és újabb megállapodásokat. A Richter ügynökei bejárták Indiát, Indonéziát, Ausztráliát, Óceániát, Kínát, Japánt és Mandzsúriát is. Köztük Richter László is, aki végül kereskedőként találta meg helyét a cégben. A Richter ugyan már 1923-tól részvénytársasággá vált, a részvények többségükben Richter Gedeon tulajdonában maradtak. Richter ezidőtájt azonban jobbnak látta, ha családtagjainak nagyobb részesedést juttat a cégből. Nagypapa, ölj még nekem diót! Örök diót, csak előbb aláírom ezt a részvényt. Bocsásson meg, ügyvéd úr! De mi az a részvény? Mi a részvény? Jó kérdés, na, megpróbáljuk. Na, volt egyszer egy király. Most talán minden olyan volt, ahogy azt Richter Gedeon fiatalon megálmodta. Persze ez távolról sem jelentette, hogy Richter nyugdíjba vonult volna. Rengeteg terve volt a jövőre nézve. Az 1930-as években a gyár rendkívül sikeres korszakát élte. Számos sikeres készítménye volt, amik közül az inzulint mindenképpen szeretném megemlíteni. Az ide vezető út lényegében az inzulin felfedezésével kezdődött 1921-ben, amit Richter Gedeon cége már 1926-ban gyártani kezdett. Ez is organoterápiás készítmény volt, sertés hasnyálmirigyéből vonták ki az inzulint, amiből a 30-as évek második felére
tartós hatású cinkprotinzulin készült. A 20. század idillikus időszakainak legfőbb jellemzője, hogy mind nagyon hamar véget ért. Így előbb a zsidó törvények, a II. Világháború, majd az azt követő államosítás mind a cég végét jelenthették volna. És ha 1935-ben nem kerül egy kivételes tehetségű fiatalember a vállalathoz, ez talán be is következik. Pillik Lajos, akit alapítónk 1935-ben vett föl, kulcs szerepet játszott Richter Gedeon szellemiségének további telében. Ez igaz mind a háború és azt követő időszakra, beleértve az államosítást is, és én is abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 1970-ben, mikor a céghez beléptem, lényegében ő vett föl, és így több évet tudtam vele együtt dolgozni. Pillik Lajos több lehetőség közül is választhatott. A híres Zemplén professzor, szerbes kémia Magyarország atya például így ajánlotta neki a Richtert. Tudja, ez egy olyan vállalat, ahol meg is lehet halni. Talán Richter Gedeon is csak egy tehetséges szakembert látott a fiatal Pillik Lajosban, és nem tudta, hogy személyében az igazi szellemi örökösét ismerte meg. Olyas valakit, aki a háború után hosszú évtizedeken át életben tartotta azt a látásmódot, amit Richter Gedeontól tanult. Komoly gondot jelentett, hogy a cég neve a szocialista érában kőbányai gyógyszerárugyára változott. A külföldi megrendelők azonban továbbra is a Richter termékeit várták. Természetesen nem voltak meggyőzhetők arról, hogy ez a termék ugyanaz a termék. Ezért a cég a kezdeti időkben jelentős költséggel a termékek újracsomagolására kényszerült. Az exportra szánt árut továbbra is Richter márkajelzéssel ellátó csomagolásban kellett szállítaniuk, nehogy elveszítsék a vevők bizalmát. A vállalat tehát túlélte a háborút. És Richter Gedeon? El kéne mennünk innen, papa. Miért? Miért kéne elmennie egy kormány főtanácsosnak? Úgy érezték, hogy szabad engedni az emberi jogokból a revíziós kérdés megoldás érdekében. Ez egy tragikus, iszonyatos tévedésnek bizonyult, de ez a nemzedék sajnos ezt komolyan vette. Így indult el de a zsidók társadalmi és gazdasági térfoglalásával szembeni politikai mozgás, és sajnos ez vezetett sok-sok előzményen keresztül oda, hogy a Német Szövetség kényszerében a versenyfutásban Berlin kegyeiért megszületik az első zsidótörvény 1938 tavaszán, amely az értelmiségi pályákon 20%-ban rögzíti az ott állást vállalható zsidóknak a számát. Richter nem esett kétségbe. Tudta, hogy a legközelebbi munkatársaiban megbízhat. A mindenki számára legmegfelelőbb megoldást választotta, mikor a keresztény származású vegyészmérnököt, Lasztovica Sándort nevezte ki igazgatónak. Persze a gyár összes dolgozója tudta, hogy bárki neve is szerepeljen az igazgatói iroda ajtaján, amíg Richter a gyárban van, a döntéseket ő hozza meg. Tele volt ötletekkel és tervekkel, gyárakat akart nyitni, jótékonykodott, többek közt több mázsa csecsemő tápszert osztott szét a rászorulók között, mintha nem lett volna veszélyérzete. Apám kim volt Törökországba, és hát
kint voltak a gyárak, volt egy gyár Mexikóban, volt egy gyár Londonban, és gondoltuk, hogy ott csinálunk egy jobb jövőt magunknak, és attól kezdve vándoroltuk az egész világot. Csak valószínűsíthető, de Richter a politikai összeköttetéseinek köszönhetően tudhatta, hogy hamarosan bekövetkezik Magyarország német megszállása. Lászlót vélhetően ezért az utolsó pillanatban még időben Törökországba menekítette. Vajta! Akármennyire is próbált Richter Gedeon lavírozni az életét ellehetetlenítő rendelkezések között, 1944 elejére a környezete számára már nyilvánvaló volt, hogy neki is menekülnie kell. A pápai nuncius látogatása valószínűleg nem csak az egyház kitüntetése volt Richter Gedeon jótékonykodásáért. A Vatikán követe szállíthatta Magyarországra azokat a mennleveleket is, melyek segítségével Richter és felesége számára lehetségessé vált az ország elhagyása. Méltóságos uram! Amikor először bízott rám kiküldetést, azt tetszett mondani, hogy ha bármikor más a véleményem, mint a méltóságos úrnak, akkor szóljak. Hát engedelmével most szólok. Szerintem azonnal el kell indulniuk. Akár még ma. Istenem, a méltóságos úr, Istenem. Istenem, Miska. Néhány héttel később Richter már nem léphette át a gyár kapuját. Sok szerencsét. Sok szerencsét kívánok. A sorompónál búcsúzott el a kollégáitól. Vigyázzon magára. Nagyon köszönöm, méltóságos. Mindenkinek minden jót. Ez itt valami, amit 40 évig építettem, úgyhogy vigyázzanak rá. Menjenek dolgozni. Maguk mehetnek. De ahogy azt már az elején megtudtuk, Richter Gedeon ritkán tette azt, amire az emberek számítottak. Amikor néhány nappal később kopott kabátban feltűnt a gyár udvarán, az emberek nem hittek a szemüknek. Egyik dolgozója döbbenten kérdezte tőle, hogy lehet, hogy még itt van. Richter viccelődve csak annyit felelt. A vonaton nem volt hálókocsi. Az ember pedig nem teheti ki ilyen kényelmetlenségnek a feleségét. Persze mindenki tudta az igazságot. Képtelen volt megválni a vállalattól, amely egyet jelentett számára az életével. Méltóságos uram! Semmi! Erre tessék fel! Jól van? Jól. Jól? Köszönöm szépen. Minden rendben? Igen. Jól van. A tisztelet a védett ház falai közé is elkísérte, ahol ismerői külön szobát tartottak fenn számára. Richter még ekkor sem fogadta el, hogy mindez bekövetkezhetett. Hitt abban, hogy az, amit Magyarországon alkotott és felépített, megóvja őt.
tanulság, hogy egy olyan becsületes ember volt, hogy szerette a munkáját, szerette a családját, szerette a hazáját, mindent, amit csinálta, szeretett csinálni, szívvel csinálta, és örömöt okozott neki mindez. És hagyott egy óriási nagy nevet maga után, ami még mindig úgy, ahogy írja a cím, nem tűntem el. Tehát ő nem tűnt el, nem halt meg, ahogy mondják, hogy meghalt.